Ez a hetedik hosszma Chris Helmnek. Egy átlagos reggelen ő már 70-et leúszik, mielőtt más megissza a reggeli kávéját. Általában nagyon korán kelek fel, eltöltök egy kis időt a férjemmel, aztán egy óra alatt lesétálunk 8 kilométert, vagy gyaloglógépen edzünk, vagy úszunk. A hét 6 napján igyekszem legalább egy óra kardioedzést végezni. Chris sok energiát fektet abba, hogy formában maradjon. De volt idő, amikor ezek az edzések akár meg is ölhették volna. Így emlékszik vissza a problémára. Éppen sétáltam a férjemmel, amikor az egyik sarkon összeroskadtam a kínzó mellkasi fájdalom miatt. Tanástalanul néztünk egymásra, hogy ez meg mi volt, de aztán elmúlt, így tovább sétáltunk. Chris vonakodott elmenni az orvoshoz. Együtt élt a fájdalmával, ami ekkor még ritkán jelentkezett. Általában reggel jelentkezett a fájdalom, vagy amikor hideg levegőt lélegeztem be, de a nap többi része fájdalommentes volt. 10 év alatt a probléma csak rosszabb lett, és már nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Egyre gyakrabban és erősebben jelentkezett. Az intenzitása is erősebb lett, és egyre jobban zavart a mindennapi életben. Végül Chris elment az orvoshoz, aki változó anginás rendellenességet diagnosztizált nála, ami azt jelenti, hogy a vérerek körbe szorítják a szívét. Miután hazajöttem az orvostól, utána olvastam, mi is ez, és rádöbbentem, hogy ez akár halálos kimenetelű szívinfarktust is okozhatott volna. Az orvos azt mondta neki, hogy meg kell tanulnia együtt élni vele, amit ő meg is próbált. Azt mondta, hogy folytassam a mozgást, kezdjem egy 10 perc nagyon könnyű gyakorlattal, legyek nagyon lassú. Végül is azt mondta, hogy éljem tovább az életem. Felajánlotta, hogy ír fel gyógyszereket a fájdalomra, de nem fogadtam el. Más módon nem tudott segíteni. Így kellett élnem az életem. Aztán egy délelőtt a reggeli torna után Chris a 700-as klubadását nézte, amit az elmúlt 30 évben sose hagyott ki. Többnyire én is abba hagytam mindent, amikor Pat vagy Terry elkezdett imádkozni, és együtt imádkoztam velük. És Pat azt mondta, hogy az Úr meggyógyít különféle szívbetegségeket. Hittel szólunk ezekhez a szívekhez, hogy működjenek megfelelően, és a szívritmus is rendben legyen. Legyenek egészségesek. Úgy éreztem, a Szent Szellem szólt hozzám, és azt mondta, hogy ez rám is igaz. Megvallottam a gyógyulásomat, majd tovább tettem a dolgom. Hónapok teltek el azóta, és semmi fájdalmam nem volt. Teljesen meggyógyultam. Nincs több fájdalom, hála Istennek. Ez már egy éve történt, és Chris rendszeresen azt mondja orvosának, hogy semmi tünete nincs. Azóta is rendszeresen gyaloglógépezik, úszik, vagy sétál férjével. Tovább élem az életem, de sokkal jobb állapotban, mint korábban. Ez csak egy újabb bizonyság, ami megint ő mellette szól.